Kedves egyetemi polgárok, kedves nézőink, február 22-én hamvasó szerdán elkezdődik egyházunknak egy kiemelkedő időszaka, a nagybőjt. A hamvasó szerdán, akik a templomba eljönnek, egy különleges eseményen vehetnek részt, ez az esemény a hamvaszkodás szentelménye. A hamvaszkodás szentelményéhez szükségünk van hamura, ezt az előző évi virágvasárnapi barkágokból nyerjük. Ezt a barkágokat, ezeket a barkágokat elégetjük, és ebből készül majd aztán az a hamu, amelyet a hamvazó szerdai szentmisében megáldunk, megszentelünk, és azután pedig a hívek, akik kijönnek ugyanolyan formában, mint amikor szentáldozáshoz járulnak, akkor részesülnek a hamvaszkodás szentelményében, a pap belemártja az újját megáldott hamuba, és ezzel jelöli meg a homlokát annak, aki részesülni kíván ebben a szentelményben. Két mondat közül lehet választani, ami elhangozhat a hanvaszkodás szentelményének kiszolgáltatásakor. Az egyik arra emlékeztet, hogy mulandó a föld élet, emlékezél ember, hogy por vagy és porrá leszel, a másik pedig a nagybőjt időnek egy különlegesen fontos részére, részletére a megtérésre akar figyelmeztetni. Mi is az aktuális társa ma ennek a két mondatnak? Éppen amikor a felvételt készítjük, akkor néhány perccel ezelőtt a rádióban hallottam, hogy már 41 ezer az áldozatok száma a földrengés súlytotta Törökországban és Szíriában, és valószínű, hogy ez a szám még növekedni fog. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy itt nem messze tőlünk háború zajlik, amelynek szintén nagyon sok áldozata van olyanok, akik meghalnak, olyanok, akiknek el kell menekülniük, és olyanok is, akik lelki traumát szenvednek. Mindez mutatja, hogy mennyire törékeny az emberi élet, és az egyház nem riogatni akar bennünket hanvazó szerdán, hanem inkább arra akar figyelmeztetni, hogy itt a földi életben nagyon sok veszély leselkedik ránk, és ezekkel a veszélyekkel nézünk szembe. Isten megteremtette az embert, lehetőséget adott arra, hogy ebben a világban folytassuk a teremtés munkáját, és nekünk kell megtenni mindent, mint ahogy magyarok is nagyon sok mindent megtettek azért, hogy a földrengés sújtotta területen segítsenek, vagy magyarok segítenek nagyon sok esetben, amikor Ukrajnából menekültek jönnek. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy a teremtés művét folytatjuk, és ezzel együtt kialakítjuk azt a fajta képet, amelyen keresztül a keresztény közösség megerősödik, és ugyanakkor gondol arra is, hogy mindezt egy mulandó földi életben behatárolt keretek között tesszük. A másik mondat, amelyik a megtérésre figyelmeztet, ennek pedig mi is az aktualitása. Látjuk, hogy nagyon sok veszély leselkedik ránk ebben a világban. Valahogy a második világháború óta most érezzük azt igazán, hogy minthogyha a harmadik világháború valamilyen formában már elkezdődött volna és látjuk és tapasztaljuk, hogy gazdasági összeomlások vannak, látjuk és tapasztaljuk a kézzelfogható háborút, látjuk és tapasztaljuk azt a szellemi zűrzavart, amely akár az Európai Unión belül is uralkodik. A megtérés azt jelenti, vissza a gyökerekhez, fedezzük fel újra a kereszténység erejét, és a nagybőjt idő egy alkalmas szent idő arra, hogy áttekintsük életünket, és ha már egy egész közösséget nem is tudunk megváltoztatni, legalább saját magunk életében jó fordulatot keressünk, és ezáltal megvalósul a megtérés. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek az előttünk álló 40 naphoz, ennek a megértéséhez, átelmélkedéséhez sok kegyelmet, és majd aztán a húsvéti feltámadás örömét minden egyetemi polgár és minden nézőnk számára.